közönség. Elsősorban szeretném megköszönni, hogy ezen az estén megtiszteltek figyelmünkkel, és fontosnak tartották, hogy eljöjjenek. Egyúttal köszönjük mindazok hozzájárulását is, akik felismerve a célt, mellénk álltak, és anyagilag, eszmeileg, munkájukkal és szakértelmükkel támogatták ennek a rendezvénynek a létrejöttét. Másrészt tudjuk, hogy a tisztelt jelenlévők felmérték annak a lényegét, ami miatt ezt a jótékonysági estet megszerveztük. Mi volt a célunk ezzel a rendezvénynek? A válasz egyszerű. Természetesen Bornemisza Árnika egészségének és a család anyagi helyzetének a javítása. Reméljük, a mai este mindannyiunk számára az összetartás és a bizakodás szimbolizálja. Egy bölcs gondolattal zárnánk beszédünket. Két szót is mondjuk. Mindig és soha. Küzdeni mindig, feladni soha. Mennyire, de mennyire kiszolgáltatottá tud válni egy apró élet, ha betegséggel kezdi el élni életét. Szívszorító érzéssel tölt el, ha arra gondolok, így induljon egy pici, ártatlan, csillogó kék szempár az útján. Ez sem most szó egy ártatlan kisfiúról, iskolánk tanulójának, Bornemisza Péternek öccséről, Ádámról. Az első életévét betöltve agydaganatot diagnosztizáltak nála. Túl van 6 műtéten, 9 blokk kemoterápián és 30 sugárkezelésen. Ádi már 2 éves, 1 éve küzd betegségével, de még mindig kitart, és megmutatja a világnak, mennyire erős is ő. Az emberek egy rossz tulajdonsága, akarva, akaratlanul is, elfordulunk a rosszat látván. Klári és Evelyn, szintén iskolánk tanulói, 2 17 éves lány, most másképp tett. Nélkülük ma, ezen az estén nem lennénk itt. Rendezvényük célja, hogy amíg mindig a felépülésért küzdő Ádámot segítsék, ösztönözve az embereket arra, hogy fogjunk össze, és mindannyian, a legtöbbet beleadva, együttes erővel támogassuk őket. Közös hangon, kórusban üzenjük Ádinak és családjának, kitartást és erőt kívánunk.